Hello, sziasztok! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fog csinálni, mint kérdésekre fogok válaszolni, ahogy ígértem nektek. Ugye ti kérdeztetek tőlem kérdéseket a múlt héten, és ezt a mai videóban, ilyen videóformában én ezekre a kérdésekre megpróbálok válaszolni. Lehet, hogy nem mindre, de amennyire tudok. Hogy közben mit fogtok látni, a fejemet, vagy valami más? Ugye a múltkor úgy csináltuk, hogy én vezettem közre, legalábbis vezettem előtte is azt a videót ide bele szerkesztettem, hogy nagyon olyan túl unalmas, ne csak a fejemet lássátok. Jelenleg ilyen vezetős videót még nem vettem fel, de mire ti ezt a videót nézitek, valószínűleg elkészült valami, nem is vezetés, de valamit biztos, hogy felvettem, hogy nagyon olyan túl unalmas. Úgyhogy szerintem ne húzok tovább az időt, álljunk neki. Itt van mellettem a számítógép. Ugye, ahogy látjátok, váltottam én mindent, és kezdem a legelső kérdéseket, tehát sorrendben próbálok menni. Mondom a neveket, egy-két nevet bemondok, utána biztos el fogom felejteni. Tommy Cheno kérdezte, miért költöztetek ki? Ugye mi azért költöztünk ki, mert annak idején, mikor én 19 voltam, a szüleim úgy döntöttek, hogy kiköltözünk ide Ausztráliába, ők jöttek, én meg jöttem velük, egy jobb életért gondolom. Megyek tovább. Hali, ez benne lesz a vidibe? Ez benne lesz a vidibe. A kérdés pedig, lesznek a motorcsónakkal vlogok? Igen, lesznek. Inkább majd nyáron, amikor jobb idő van, meg mikor elkészült a motorcsónak. Ugye a motorcsónak még mindig készülőben van. Lesz még csónakos videó? Igen, lesz még csónakos videó. Kérdés. Ha a családod beleegyezne, akkor átköltöznél Magyarországra, és akkor lenne közönség találkozó. Nem költöznék át Magyarországra, ugyanis nincs tervbe, hogy oda egyszer valahogy is el fogunk költözni. Itt van ugye mindenünk, itt van a család, itt van minden, a munka, a minden. Tehát nem tudnám elképzelni magamat, hogy elköltözünk Magyarországra. Szerintem értelmetlen lenne. Nagyon is értelmetlen lenne, ugyanis a feleségem egyáltalán ugye nem beszél magyarul, a Lucas úgy, ahogy ugye beszél, de szerintem sok értelme nem lenne. Miért költöznénk Magyarországra? El fogunk menni látogatóba, majd egyszer, hogy mikor nem tudom, akkor lesz találkozó, akivel tudok, mindenkivel fogok találkozni. Sziasztok! Miért nem szeretsz horgászni? Én azért nem szeretek horgászni, vagy nem szeretünk, én nem szeretek, mert én nem tudok megülni egy helyre. Ugye a horgászás úgy működik, hogy belevod a percapotot, ugye mindenki tudja, hogy működik a horgászás, és ott vársz. Én nem tudok várni. Tehát ha egy percet, két percet le tudok ülni, annál tovább én egy helyben nem tudok ülni. Tehát valamit mindig kell csinálnom, mennem, vagy én ezért nem szeretek horgászni. Meg a halat, én szeretem a halat, én megeszek. Tehát nem vagyok vegetáján, és én megeszek mindent. A halat, a csirkét, mindent megeszek, de valahogy nem lenne kedvem, kifogod a halat, és agyon kell ütni, meg megpucolni, meg nem akarom bántani azt a szegény halat. Inkább elmegyek, megveszem a halat, ami már meg van készítve, vagy fagyasztva, és azt eszem meg. Én agyon ütni, én nem tudnám. Na, aztán megyünk tovább. Hány éves vagy? Én 36 évesen leszek. Mi volt a toronyház neve, amiben régen laktál? Bob vagy Krisztián? Közben elfelejtettem a neveket mondani. Mi volt a neve? Water Point. Ez volt a neve. Residence. Aztán, hol a Mazda? A Mazda az öcsémnél van. Ugyanis a Mazdát eladtam az öcsémnek. Ugye, most már egy ideje. Hány éve vagy házas? 11 éve lesz most. Most lesz 11 éve, júliusban. Megyek tovább. Csak közben próbálok kiválogatni a kérdéseket, ugyanis vannak kommentek, ami nem kérdés, csak ugye hozzászólás a videóhoz. Szia Tamás, június 17-én megyünk Ausztráliába, a Gold Coastra, ha gondolod, találkozhatnánk. Találkozhatunk. Ha egy helyre jársz, itt vagy, küldj egy SMS-t, nem tudom a telefonszámot, de írj egy e-mailt, vagy egy kommentet, vagy akármit meg fogom látni, és találkozhatunk, ugye, hogyha úgy van. Mennyi volt a megbukró? Ez a MacBook Pro ugye az öcsém vette nekem, ugyanis a régi összetörött. Ez a MacBook Pro 4300 dollár volt. 4200 vagy 4350, valami ilyesmi. A 4300 dollár volt. Mi a célod a videózással, meg a videós karrierben? Mi a célom? Nem tudom, szórakoztató videókat szeretek készíteni. Ugye régen, mikor elkezdtem ezt a vlogos csatornát, azt mondtam, hogy ha egyszer én elérem az 1000 feliratkozót, én elértem a célomat. Tehát a célomat én már elértem ezzel a csatornával. Elértük, hogy az 1000 feliratkozót, most már a 65-nél vagyunk.
Hogy mi a célom? Az, hogy továbbra is készítsek szórakoztató jellegű videót nektek, ugye? Azért szeretem ezeket készíteni, mert ti nézitek. Minél többen nézitek, nekem annál több kedvem van ezeket a videókat készíteni. Vagy minél többen, hogyha hozzászóltok, és más célom végül is nincsen vele. Én szeretek videózni, szórakoztatni magamat, meg szórakoztatni titeket, legalábbis remélem, hogy ezek a videók szórakoztató jellegűek nektek is. Na, megyünk tovább. Hol jobb lakni, Ausztráliában vagy Magyarországon? Volt jobb. Vissza szeretnél költözni Magyarországba? Balázs Beáta kérdezte. Hol jobb lakni? Nem tudom, ez attól, sok mindentől függ. Tehát én mondtam régebben is, hogy amikor Magyarországon laktunk, nekem semmi bajom nem volt. Ugye én iskolába jártam, tehát voltak haverok, volt minden, eljártunk bulizni. Én ott is szerettem lakni. Ott sose dolgoztam, legalábbis elkezdtem dolgozni, de rendesen ugye nem dolgoztam, nem ott kezdtem el az életet, legalábbis ezt a munkás életet. És én itt is szeretek lakni. Hogy hol jobb, attól függ, ugye. Itt nincs hó, én annyira a hideget én nem szeretem, abból jobb. Meg biztos, hogy sok másból is ugye jobb itt lakni. Visszaköltözni Magyarországra nem szeretnék, ugyanis ahogy mondtam ugye korábban, itt van mindenünk. Tehát én nem tudnám elképzelni, hogy elköltözünk Magyarországra. Szia Tamás, szeretsz kint élni? Én szeretek itt kint élni. Titeket lehet látogatni? Lehet látogatni minket. Jó munka festeni? Jó munka, nem az, hogy jó munka, most attól függ mi. Hát biztos, hogy van ugye jó munka a festészetnél, de én festek, olyan nagy bajom nekem nincs vele. Ugye dolgozni kell. A fogaid nem mennek benne tönkre, ennyi kérdésem lenne. Ebbe a festészetbe a fogai nem mennek tönkre, ugyanis ez nem autófényezés, ugye az más, amikor füled az autókat, meg minden, ebbe a festékben nem fog szerintem tönkre menni a fogad. Szia Tomi, amikor költöztetek, ti is költöztetővel vittétek a butorokat? Nem, mi költöztünk. Én béreltem egy kamiont, kis teherautót, jött az öcsém, apukám, anyukám, feleségem, és megfogtuk a butorokat, és költöztünk. Nem költöztetővel. Úgyis megnézte a költöztetővel, gondolkoztunk, hogy költöztetővel kellene, de két okból is én nem akartam költözni velük. Az egyik az, mert nem tudom, hogy most drága vagy nem drága, most attól függ, hogy kinek, de több száz dollárt elkérnek egy költözésért, ami nem tudom, ha jól emlékszem, hogy 6 vagy 700 dollár volt az a költözés, de nem, szerintem sok pénz érte, de hogyha nincs ugye, hogy ki segítsen, vagy nincs időd, vagy kedved, és ki tud fizetni, ugye, akkor ugye költöztetőt hívsz. A másik, a fő oka az inkább az volt, hogy én nem szeretem, hogy ezek a költöztetők, én azt hiszem, hogy úgy vannak, hogy oda jönnek, és bepakolnak neked. Hogyha nem is pakolnak be, mert te összepakoltál, én láttam, hogy hogyan költöztetnek, ugyanis ott a helyen, régen a lakásból laktunk, költöztetővel szoktak átlába költöztetni. És fogták a butorokat, lerakták a koszba, a mocsokba, a mindenhova, húzogatták őket, és én nem szeretném, hogy ilyen költöztető engem költöztessen, hogy véghúzza a butoromat a sárba, a koszba, a mindenbe, és inkább én összeszedem a saját cuccomat, és elvisszük. Aztán, hogyha öregebb leszek egyszer, és már nem tudok annyira mozogni, vagy költözni, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy költöztetővel fogunk költözni. Szia, szeretnél több gyereket? Ha igen, fog magyarul beszélni. Nem szeretnék több gyereket. Szereted a nyárias időt? Igen, szeretem a nyárias időt. Nekem az lenne a kérdése, hogy mennyire szoktátok már meg az új házat? Milyen érzés volt az első pár nap Ausztráliában? Ezt az új házat? Most már kezdjük megszokni. Tehát, nem tudom, eddig egyszer nem gondoltam arra, hogy milyen jó lenne visszamenni a régi helyre, ugye a lakásba, mert milyen jó volt ott. Szerintem kezdem megszokni. Inkább azért, mert mikor ide költöztünk, ugye nagyon sok mindent kellett csinálni, és el voltam foglalva. Tehát ki kellett ugye festeni, takarítani, egy pár dolgot megcsinálni. Aztán most megvettük ezt a motorsónakot, és ugye az időmet arra is töltöm. Tehát lefoglalom magamat. Hogyha nem foglalnám le magamat, akkor lehet, hogy annyira nem szoknánk hozzá, de nincs azon időm gondolkodni, hogy ahogy milyen jó volt ugye a lakásban. Hozzászoktunk. Az első pár nap Ausztráliában nagyon rossz volt, rettentő rossz volt. Megyünk tovább. Szia Tamás, te vagy a kedvenc videósom, és az a kérdésem lenne, hogyha egy kívánságod lenne, mi lenne az? Hogyha egy kívánságom lenne, mi lenne az? Az lenne a kívánságom, hogy legyen egy másik 10 darab kívánságom. És akkor ugye nincsen, nem kell gondolkodnom, hogy mit kívánjak, így kívánhatok egy extra 10-et. És a 10-nél megint azt kívánnám, hogy legyen mindig egy kívánságom. Akkor inkább kívánjuk azt, hogy
hogy a kívánságom mindig teljesüljön, hogyha azt mondom, hogy például, hogy azt kívánom, hogy, és akkor mindig teljesülne minden kívánságom, így, na milyen, értitek, mit mondok, hülyeséget. Na milyen, mások 4000 feliratkozó hiányzik a 70000 feliratkozóhoz, tervezel valamit? Egy videót biztos, valami extra, valamit, nem tudom, majd talán a 100000-nél, hogyha egyszer elérjük, hogyha elérjük. Lesz film, lesz élő adás, amikor nem tudom, film, szerintem mostában nem lesz film, ugyanis nem tervezünk, vagyis nem tervezek semmi filmet. Majd egyszer talán megint. Az öcsédnek van barátnője. Ez kérdés. A szüleid nem bánták meg, hogy kiköltöztek, és ott hagytak mindent. Rokkonok, barátok. Az öcsédnek jelenleg nincs barátnője. Úgy van barátnője, hogy itt-ott ugye van barátnője mondjuk egy pár hétig, de olyan komoly barátnője olyan nincsen neki. Hogy megbánták-e a szüleim, kiköltöztek-e vagy nem, én szerintem nem bánták meg, hogy ide költöztek. Szia Tamás, az én kérdésem az lenne, milyen autóid vannak? Mármint rendes autó, amiben le tudsz ülni, az a Ford van, ugye a Ford Falcon XF6 turbos, az az egy autón van jelenleg. Milyen városban laksz Ausztráliában? A Gold Coast-on lakom. Lesz majd valami öt, hogy mikor azt én nem tudom. Szia, milyen nyelven gondolkozol? Attól függ, ugye ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, attól függ, tehát most, hogy csinálom ezt a videót, magyarul gondolkozok. Hogyha beszélek a feleségemmel, vagy a Lukasszel, ugye, akkor angolul beszélünk, és angolul gondolkozok. Tehát ez attól függ, hogy kivel beszélek, vagy éppen mire gondolok, vagy éppen mikor. Tehát attól függ. Tehát így össze-vissza gondolkozok magyarul is, meg angolul is. Miért mentetek Ausztráliába? Ugye erre már válaszoltam. Szia Tamás! Szeretnétek majd még gyereket a feleségeddel? Nem szeretnénk. És az öcsédnek van barátnője. Erre az előbb ugye válaszoltam. Lesz még gyereketek? Mi van ez a sok gyerekes kérdés? Tehát nem lesz több gyerekünk. Tehát nem tervezünk több gyereket. Amint felnőr a Davis, el tudunk megint menni több helyre. Tehát én szeretek utazni, meg menni helyekre, meg csinálni dolgokat. És hogyha van egy ilyen kisebb gyereked, ugye úgy, hogy láttátok a videóban. Tehát megszületett a Davis, és utána egy kicsit nehézkes. Tehát el lehet vele ugye menni, de nagyon hosszú távra nehéz vele elmenni. Például, ha le akarják menni Sydneybe mondjuk autóval, és ugye kell aludni neki, pelenkázni, korán megy aludni, ezt akarja, azt akarja, tehát nem tudom, így jó, ahogy most van, tehát a Davis most már kezd kinőni ezekből a dolgokból lassan, és én újra másik gyereket én nem szeretnék, szerintem abban az évben, legalábbis én úgy gondolom, hogy ha eléred azt az időt, tehát olyan 40 körül lassan, ugye, hogy a Davis ebből az egészből kinő, 40 évesen egy újabb kisgyereket, én személy szerint én így gondolom, én nem szeretnék, meg a feleségem se. Tudom, hogy vannak emberek, akinek 50 évesen vannak ugye kisbobái, én nem szeretnék. Na milyen, megyünk tovább. Fogsz jönni Magyarországra dedikálni valamikor? Lesznek majd ismét gameplayek? Igen, fog menni Magyarországra. Hogy mikor nem tudom, hogyha még mindig készítek ugye videókat, ahogy szoktam mondani, és valakivel találkozunk, akkor én nyugodtan találkozom ugye mindenkivel, gameplayek, nem tudom, hogy lesznek-e, lehet, hogy lesznek, lehet, hogy nem lesznek. Mit szerettél legjobban Magyarországon? Mit szerettem legjobban Magyarországon? Nem tudom, a legjobban Magyarországon fogalma nincs, mit szerettem. Sok mindent, tehát erre így nehéz válaszolni. Mi gondolsz, eléred valaha a 100000 feliratkozót? Hogyha továbbra is a következő pár évben fog készíteni videókat, szerintem szép lassan majd egyszer elérem, de nem tudom, nem biztos. Ugyanis nem tudom, hogy még ugye meddig fogok ilyen videókat készíteni. Lehet, hogy, ahogy szoktam mondani, lehet, hogy egy hónapig, lehet, hogy egy évig, de lehet, hogy 10 évig, fogalmam nincsen. Lehet, hogy egyszer elérjük. Tehát nekem nem az a célom, hogy elérjem az ilyen 100000 feliratkozó, de jó lenne. Majd meglátjuk. Szia! Ez most lehet hülye kérdés lesz, na mindig azért elolvastuk. Az is lehet volna... Az is lehet volt már róla szó. Ez csak a ti házatok, vagy társasház? Ez a mi házunk, a mi béreljük, ez nem társas. Mi az a társasház, ahol több ember lakik egy helyen, az a társasház? Vagy itt nem lakik senki, kivéve én, a feleségem, a Davis meg a Lucas.
Menjél ki egyszer az udvarotokra is, bakker! Ez nem is kérdés volt, ez egy komment volt. Már voltam az udvaron, én mindig kimegyek az udvarra, és mikor jövök haza, mikor megyek ki, megnézem itt a dolgokat, rendbe rakom a dolgokat, csak nem videón. Én kijárok az udvarra amúgy. Hány éves vagy? 36 leszek. A Davis már beszél? A Davis már beszél. Szavakat mond, ugye? Egy pár szót mond, de nem folyamatosan beszél, ugye? Mikor mentél ki Ausztráliába, és miért? Mesélnél erről egy kicsit többet. Hogyha megnézed a régebbi videókat, rettentő sokszor volt erről szó. Én erről most így mesélni nem fog. 19 éves voltam, amikor kijöttem. Ha megnézed a régi idők videóját, ugye volt egy ilyen sorozat, abban is beszéltem róla. A régebbi kérdez felelekbe is. Nagyon sokszor elmondtam, hogyha nem akarok ezzel... Ugye a régi feliratkozó majd untatni, mert... Na mindent, hogy valaki erre kíváncsi, régi videókban megtalálja. Mennyire sikerült Ausztráliába beilleszkedni, mármint mennyire lettek ausztrál barátaitok, stb. Mennyire sikerült beilleszkedni? Szerintem sikerült beilleszkedni. Itt végül is van egy feleségem, aki ugye nem magyar, itt született Ausztráliába. Barátaink, olyan barátaink nincsenek, akivel ugye összejárunk, tehát úgyhogy minden délután, vagy egy héten egyszer. Inkább ismerősök vannak, de olyan barátok úgy nincsenek. Tehát ahhoz, hogy olyanok legyenek, nem tudom. Ide kellett volna járnom ugye iskolába, hogy ilyen iskolás barátaim lettek volna. Tehát ilyen munkáján voltak barátok, akikkel elmentünk bulizni, meg ide-oda többször. De úgy szépen elmaradtak ők. Máshol mentek dolgozni, én is máshol mentem dolgozni. És utána nem találkoztunk. Tehát hogyha találkozunk itt, ott ugye beszélünk, de na mindegy. Szerintem sikerül beilleszkedni. Meddig terveztek ebbe a házba lakni? Minimum egy évet, ugyanis egy évre kellett ugye aláírni a szerződést, egy év után meg majd meglátjuk, hogy megyünk-e vagy nem, ez sok mindentől függ. Hol és milyen középsulit végeztél? Én Nagykanizsán végeztem, jártam a Zsigmondi Winkler Lajos középiskolába, szakközépiskolába. Na. Mikor lesz olyan film, mint az első olyan dolgos most, úgyis mindjárt nyári szünet, úgyis, vagy nektek már volt? Na, az Ausztrália vakációról van ugye szó, olyan film mostanában nem lesz, ugyanis nálunk nincs nyári szünet, jelenleg nálunk a téli szünet jön. Olyan film, ahogy mondtam, nem tudom, lehet, hogy az év végén megint, vagy jövő éven elején, majd meglátjuk. Hol ismerkedtél meg a feleségeddel? A moziban ismerkedtem meg a feleségemmel. Elmész az esőerdőbe valamelyik nap, Balázs Csontos kérdezte, a neveket megint elfelejtem mondani. Elmegyek az első erdőben majd valamelyik nap. Ilyenkor szoktam elmenni, mert ilyenkor nincs annyi kígyó, legalábbis én szerintem. Mert nincs ez a nagy meleg, úgyhogy majd el fogunk menni, majd valamelyik hétvégén valószínű. Fogsz jönni Magyarországra? Igen, fogok menni Magyarországra, vagy mikor, nem tudom. Szia Tamás! Mindig nézem a videóidat. Nagyon király. Az lenne a kérdésem, hogyha a magyar válogatott kijut valamilyen versenyre, például olimpia vagy VB, akkor szoktad őket nézni, vagy szoktál nekik szurkolni? Köszi, esetleg válaszolsz rá így tovább. Néha szoktam nézni itt-ott, tehát annyira én nem követem, de hogyha úgy van és látom, hogy hallok róla, akkor belenézek, vagy elolvasom a híreket, hogy kinek drukkolok. Én drukkolok a magyaroknak, az ausztráloknak, én mindenkinek drukkolok. Hello, mit dolgozol? Én festő vagyok, házakat festek. Szia Tamás, lenne kérdésem, hogy volt-e már olyan, hogy Ausztráliában felismertek? A választott előre is köszi. Volt ilyen, képzeld el, volt ilyen. Azt mondom, hogy ketten ismertek fel, ugyanis egyik délután elmentem az öcsémmel ilyen bevásárlóba. Ott sétálgattunk, kijöttem az egyik boltból, és valaki kiabált utánam, hogy már nem emlékszem, hogy mi kiabált. Én azt mondom, hogy először nem a nevemet, aztán utána a nevemet kiabáltam, és utána fordultam meg, hogy ki az, ugye, ki ismer meg engem. És ott volt egy ember, aki ugye megismert, ő itt lakik a Gold Coaston, ő is magyar, de én nem ismertem ugye. És akkor egy picikét beszéltünk, amúgy hogy érdekes volt, furcsa volt, mert ugye általában engem senki nem ismer meg. Aztán a következő volt, ezt nem mondtam nektek, de mikor volt a régi, amikor voltunk a régi lakásban és ott laktunk, volt a mosógép, amit eladtam, a régi mosógépet, mert ugye bedöglött, és egy magyar, képzeld el, egy magyar származású ember vette meg, aki itt lakik a Brisbane-ben, és ő megismert. Mikor jött befelé, ő már úgy volt, hogy küldött nekem egy SMS, hogy megérkezettél, lejöttem, mert ugye itt kell bejönni kapun, vagy kellett bejönni kapun, és mikor sétáltam hozzá, már megszülő kiabált nekem, hogy szervusz,
Tomás! Én rettentően meglepődtem, és kiderült, hogy ő is nézi a videókat. Ez rettentő véletlen volt. Gondold el, hogy ugyanaz egy magyar ember itt Ausztráliában megvesz az én mosógépemet, és ráadásul nézi még a videókat is. Tehát így találkoztam vele is. Szerintem rettentő furcsa volt. Amúgy nem tudom, olyan furcsa érzés, mikor ugye valakivel beszélsz, és az az illető ez vadidegen számodra, de mindent tud rólad. Tehát nem tudom, olyan furcsa érzés ilyen emberekkel beszélni, és én még sose beszéltem ilyen olyan ember, aki megismert volna az utcán, vagy akárhol, ugye nézi a videókat, de furcsa, hogy tudnak rólad mindent, legalább sok mindent, nem azt, hogy mindent, mert ugye mindent nem osztok meg, de tudnak rólad sok mindent, és nem mindent, egy furcsa érzésed. Lucas hányadikas? A Lucas az negyedikes. A Lucasnak miért van akcentusa? És te vagy az apja. A Lucasnek igen, én vagyok az apja, a feleségem meg az anyukája. A Lucasnek azért van akcentusa, mert született Ausztráliában és nem beszél magyarul. Kivéve egy pár szót, egy pár mondatot, meg ért ugye sok dolgot, de azért van akcentusa, mert a nap 24 órájából körülbelül 5 percet, hogy beszél magyarul. Vagy még annyi se sokszor. Tehát csak a szüleimmel beszél magyarul, meg a videókon, hogyha kérdezek tőle valamit, amúgy a Lucas sose beszél ugye magyarul, mert angolul beszélünk, és ezért van neki akcentusa. Ha te kiöregedsz a videózásból, egyáltalán ki lehet öregedni, szerintem a videózásból nem lehet kiöregedni, de ne. Davis vagy Lucas fogja folytatni ugye tovább a videókat. Szerintem nem fogják folytatni, és ahogy mondtam, a Lucas rendesen nem beszél magyarul, ezért nem készít magyar videókat, mert mindig kérdem tőle, hogy miért nem akarsz készíteni magyarul videókat, és azt mondja azért, mert ugye tud beszélni, de nem tudja úgy megértetni magát, mondjuk, mint én, aki ugye azért rendesen beszél magyarul, és magyar videókat a Lucas nem fog készíteni, szerintem a Davis se, szerintem a Davis nem is fog annyira beszélni, mint a Lucas, ugye már mint magyarul, de majd kiderül, lehet, hogy fog, lehet, hogy nem, ma meglátjuk. Hogyha folytatják tovább, biztos, hogy angolul fogják folytatni tovább. Szia Tamás! Nagyon tetszik a videót, lehetnél többet az udvaron. Nagyon klassz a hajad. A hajód vagy a hajad? A hajód, nem a hajam. Már úgy is le kell vágni. És nagyon tetszik, hogy a víz az udvar végén van. Akár lehetne ott élő adás is. Lehetne élő adás, lehet, hogy a szomszédok nem örülnének neki, mert ott kint ordibálnék, de lehetne. Köszönöm szépen amúgy, hogy tetszik a hajóm, meg ez a vizen a ház. Megyünk tovább. Hello, a Davis hány éves? A Davis az most lesz 2 éves. Egyszer Lucasnek meg akarod mutatni Magyarországot. A Lucas már látta Magyarországot elég sokszor. A Lucas már többször volt Magyarországon, komolyan mondom, mint én mióta itt lakunk. Úgyhogy a Lucas el szokott menni a szüleimmel Magyarországra. El volt velünk is 2-ször Magyarországra. A szüleimmel többször volt. Én mióta itt lakunk, ugye, na mindjárt, Lucas többször volt már Magyarországon, mint én. Nem lesz csónakos túra, de lesz csónakos túra, amit majd jobb idő lesz, meg kész lesz a csónak. Azt szeretném kérdezni, hogy valamikor visszaköltöztök majd Magyarországra. Miért kérdezi mindenki, hogy mikor költözünk vissza Magyarországra, vagy hogy visszaköltözünk-e? Nem költözünk vissza Magyarországra. Tamás, a hajónak fogtok üveget rakni szélvédőnek és tetőt. Tetőt nem hiszem, hogy fogunk rakni, tudom, hogy lehet kapni ezeket a ponyva tetőket, de nem rakunk rá ilyen tetőt. Szélvédőt, olyan szélvédőt, ilyen pici csikot, tehát végülis nem szélvédő, csak valamilyen, úgyhogy jobban néznek, inkább ilyen díszt az elejére, lehet, hogy rakunk, lehet, hogy nem. Ugyanis az eredeti szélvédő, volt rajta szélvédő, nem ezzel meg valaki leszette róla, ilyen nagy, tehát így feljön a fejedig, és lehet látni, hogy ilyen nagyon régi csónaknak tűnik ki az egész, ilyen kockás, olyan csúnya. Múltkor én láttam egy ilyen csónakot. Nekem csak egy kérdésem lenne, nem terveztek saját házat venni és nem bérelni? Jelenleg nem tervezünk saját házat venni, erről már volt szó, hogy miért nem. Úgyhogy nem akarom ugye elmagyarázni, majd egyszer lehet, hogy veszünk, bár mostanában biztos, hogy nem. Hogy tetszik neked az új ház? Nekem egyelőre tetszik. Vannak benne hibák, nagyon sok hiba, van benne sok idegesítő dolog is, de úgy nagyjából elmegy. Tehát olyan házat úgyse fogunk találni, ami tökéletes lesz, mert nem fogsz a helyet se, a házat se, na mindegy. Úgyhogy megyünk a következőre. Meg vagy elégedve a Forddal? A Forddal én meg vagyok elégedve, tehát én szeretem a Fordot. Van talán egy vagy kettő, nem is hibája, mégis nem hiba,
hanem például a fék, ugye van a gáz, a fék, a kuplung, meg minden, és a fék az néha egy kicsit így csikorog, mikor benyomod, nem a fék, hanem a pedált, tehát azt meg kéne olajozni. Az az egy dolog, egy nagyon picit úgy idegesít, nagy ritkán, hogyha nagyon odafigyelek, amúgy más gondom nincs vele, de az, nem, meg vagyok elégedve. Ezek lennének a kérdéseim, üvegességet. Köszönöm! A gyerekeknek mi volt az első benyomása? Mármint miről volt az első benyomása? A házról. Szerették, jó nagy ledben rohangálni. Lesz olyan sorozat, amiben különböző Xbox vagy PC-re való játékokat próbálsz ki, egyedül vagy Lucas-szel? Nem tudom, lehet, hogy mostanában nem lesz. Szia Tamás, azt szeretném kérdezni, hogy minek tanultál? Minek tanultam? Na várjál, van másik kérdés is. Olajfúrónak tanultam, aztán kiderült, hogy lesz egy gerinc műtétem, ami ilyen meg is történt, utána rendszergazdának tanultam, elvégeztem az első is lát ezt a számítógép kezelőt, aztán rendszergazdát végeztem el, és jelenleg meg festek. De most, na mire, megyünk tovább a következő kérdése. A másik kérdésem pedig az lenne, mi hiányzik Magyarországról, nem megfogható dologra gondolok, mondjuk például a hangulat, vagy ilyesmi. Mi hiányzik Magyarországról? Nem tudom. Nem tudom. Mikor visszaszoktunk menni ugye Magyarországra, az illat, vagy a szag, megvan az a magyar illat, vagy minek mondják, nem tudom. Nem az, hogy hiányzik, de tudod, hogy megérkeztél Magyarországra. Olyan másabb. Na mindegy, amúgy nem megfogható, nem tudom. Úgy semmi szerintem. Turorulit, de azt meg lehet fogni, tehát ilyen dolgok, hogy nem arról van szó. Na mindjárt, menjünk tovább. Örültök, hogy elköltöztetek a másik házból? Örülünk. Szerintem én örülök. Tudod, mi az a triatlon? Tudom, mi az, mikor kell futni, biciklizni, meg úszni. Miért kell ennyit költöznötök? Ez szokás Ausztráliában. Ausztráliában az emberek nagyon sokat költöznek, tehát aláírhatsz 6 hónapot, ugye erre a házba, vagy 1 évet, de jellemző, hogy sokat költöznek az emberek, tehát ha nem vagy megelégedve a helyjel, vagy akarsz valamit újítani, vagy a költöznek, tehát mi miért költözünk ennyit, nem tudom, végülis olyasokat mostanában nem költöztünk, mert régebben szoktunk költözni, régebben minden évben elköltöztünk, tehát lejárt a szerződés, és mentünk, tehát tudtuk, hogy lejárt a szerződés, és nem voltunk nagyon boldogok, megyünk tovább. A másik házban 4 évet maradtunk, tehát az nagyon hosszú volt, ott nem költöztünk el, mert ugye ott kezdődött az iskola, eladták a házat, onnét menni kellett, ugye költöztünk a lakásba, a lakás ugye nem tetszett, szerintem nem nekünk találták ki, és onnét ide költöztünk. Itt talán jó lesz, csak nézem közben mennyi az idő, 30 perc, na mindjárt megyünk tovább. Hogy itt meddig maradunk, nem tudom, majd kiderül. Mennyivel megy a hajótok? Én azt hiszem, hogy olyan 70 km/h. Miért van? Várják. Szia Tamás, azt szeretném kérdezni, hogy amikor Lucas csak ketten vagyok, akkor milyen nyelven beszéltek? Angolul beszélünk ugye a Lucas-szel mi ketten, mindig, itthon, akárhol. Az öcsédnek van barátnő? Mindenki azt kérdezi, van az öcsédnek barátnője? Jelenleg pillanatban nincsen neki barátnője, de ahogy mondtam, itt-ott van barátnője, nem olyan komoly barátnője. Értitek, mit mondok? Minden. Szia, a kérdésem pedig, hogy mit szoktatok sportolni a családdal? Csak itt tovább, mindig felvidítod a napjaim. A családdal mit szoktunk sportolni? Nem szoktunk sportolni a családdal. Nekem sportolásra jelenleg nincs időm. Kikapcsolt, úgyhogy folytattam tovább. Régebben cselgáncsoztam, úsztam. Aztán néha kosárlabdáztunk, meg teniszeztünk, de inkább ilyen a hobbi szinten. Jelenleg nem sportolok semmit. A Lucas régebben ugye taekwondozott, most nem taekwondozik, hanem az iskolába úszik, de úgy, hogy így rendes sportszerűen nem sportolunk jelenleg. Majd biztos, hogy fogunk, legalábbis a Lucas meg a Davis biztos, hogy fog, én biztos, hogy nem, de szerintem a feleségem se. Várjál, hol vagyunk? Szia Tamás, kérdéseim, hány négyzetméteres a házatok? Fogalma nincsen hány négyzetméteres, sosem értem le, nem is kérdeztem. Hiszel Istenben? Én nem vagyok hívő, tehát inkább ebben nem menjünk bele, de én nem vagyok hívő, nem járok templomba, nem viszek ilyen dolgokba. Feleséged evett már burekot? Igen, evett már burekot. Szia Tamás!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy honnan jött az a Hello, szia, szervasz beköszönés. Ugye erről is volt már szó, az amerikai Peter második részéből jött. A választ előre is köszönöm, és te vagy a legjobb videós. Köszönöm szépen. Lesz majd csónakban videó. Lesz majd a csónakban videó. Gondolkoztál már azon, hogy visszajössz Magyarországra? Látogatóban majd igen, egyszer valamikor. Szia Tamás, az lenne a kérdésem. Lukasnak volt már, vagy van barátnője? Erről nem beszélhetek, ugyanis ez megvan nekem tiltva. Azt mondta Lukas, hogy erről nem beszélhetek. Hogy van-e barátnője, vagy nincsen neki. Majd ő elmondja, ha akarja. Tehát én nem akarom kibeszélni a Lukaszt. Szia Tamás, körülbelül hány órát szoktatok dolgozni naponta? Ez attól függ, hogy mit dolgozunk, hogy hol vagyunk, az átlag, az 8 óra, van mikor 7-et dolgozunk, de van mikor 9-et. De van olyan, hogy 7 és felett, de volt olyan is, hogy csak 2 órát dolgoztunk, de volt olyan is, hogy 10 órát dolgoztunk. Átlagban 8 órát dolgozunk naponta. Szia Tamás, lehetne a csónak piros, fehér, zöld a válaszolat, és előre köszönöm. Lehetne, de nem lesz. Hali. Lukas tud biciklizni. Lukas az tud biciklizni. Akarsz jönni Magyarországra valamikor? Igen. Lukasnek van telefonja. Ha igen, milyen? A Lukasnek nincsen telefonja. Készítesz valamikor filmet? Majd lehet, nem tudom, hogy mikor. Ennyi. Menjünk tovább a következő kérdése. Szia! Lehet neked levelet küldeni? Csinálhatok neked intrót? Válaszolat előre is köszönöm. Igen, lehet nekem levelet küldeni. Az e-mail cím az Tamás. Mi az e-mail címem? aus.hun. Na mire? Az e-mail címet megtaláljátok a YouTube csatornának a leírásába. Hogyha valaki akar küldeni nekem levelet olyan formában, ugye e-mailbe, és általában felszoktam olvasni a videókat. Ilyen már régen volt, hogy lehet, hogy úgy el kell kezdeni ezt a leveles, e-mailes dolgot, és felolvasom a leveleiteket. Menjünk tovább. Az én kérdésem, milyen fajta a kamerád, és bemondanád a nevem? Seki07. Milyen? Ez a kamera, ez egy Sony RX 7-es, az a Mazda, ez nem RX 7-es. 100-as és M3-as Sony kamera, aztán van a GoPro, van a szemleges kamerám, meg milyen van egy Canon kamerám. Azt hiszem, hogy ennyi kamerám van jelenleg. Szia Tamás, a Ford Falcon hány lóerős és hátsó kerekes? Igen, hátsó kerekes. Hány lóerős? 270 kW, ami azt jelenti, hogy 350 lóerős, hogyha jól számoltam. Tetszik az új ház? Tetszik az új ház, nekem, ahogy mondtam. Hány éves a ház? Ez a ház, én azt mondom, hogy a 20 körül van, vagy 25? Én szerintem. Léci, mutasd meg a kertet is. Rendben van. Mi a kedvenc kajád? Nem tudom. A halászlé, amit anyukám készít, azt szeretem. Szeretem a pizzát is. Csirkét, halat megeszem. Emlékszel Sopronra? Igen, emlékszek Sopronra. Magyarország kedvenc város. Voltam Sopronban, emlékszek rá. Kedvenc városom Magyarországon nincsen. Szia! Hogyan mentél ki Ausztráliába? Köszi a válaszodat. Repülővel felszálltunk. Jött a repülő, és mit meg leszálltunk. Na mire? Amúgy nem tudom. Így jöttünk. Repülővel jöttünk. Ami lehet jönni hajóval is. Jösszek egyszer Magyarországra? Igen, mikorra lesz valami jött? Még nem tudom. Szia, nem furcsa, hogy nem beszélsz a feleségeddel az anyanyelveden. Miért döntöttél úgy, hogy kiköltözöl? Mit dolgozol, mennyi pénzt kapsz érte? A feleségemmel nem beszélek a magyarul, ugye? Nem furcsa, mert a feleségem sose beszélt magyarul. Tehát egyáltalán nem furcsa. Miért döntöttél úgy, hogy kiköltözöl? Azért, mert jöttek a szüleim, meg jöttem velük. Mit dolgozol? Festő vagyok. Mennyi pénzt kapsz érte? Ez attól függ, hogy mit dolgozunk. Tehát minél többet dolgozunk, annál többet kapok, minél kevesebbet dolgozunk, annál kevesebb pénzt kapunk. Na milyen? Menjünk tovább. Szia! Szerinted van valami összefüggés abban, hogy amikor nálatok mondod, hogy esik az eső, nálunk meg egész nap jó idő van, megfordítva, vagy már egy ideje érdekel ez a téma? Tehát mikor nálunk jó idő van, nálatok esik az eső. Mikor nálatok jó idő van, nálunk esik az eső. Előfordul, elég sokszor, komolyan mondani, is gondolkoztam már rajta. Tudom, hogy itt rettentő meleg van, például mondjuk a mai napon, akkor nálatok biztos, hogy esik az eső. Legalábbis több, mint valószínű, hogy rossz idő van nálatok. Hogy ez miért van így, nem tudom, azért, mert minden fordítva van ugye mi nálunk, mert lent vagyunk az alsó részen, meg a fönt, na, hülyeség lehet, de sokszor előfordul, komolyan mondani, én is ezzel már gondolkoztam, hogy miért van ez így, fogalmam nincsen.
Szia, hány éves vagy? Milyen ott lakni? 36 leszek. Jó itt lakni. Hol laksz? Itt a házba. Hány éves vagy? 36 leszek. Szia Tamás, neked vannak Magyarországon rokonaid? Igen, vannak. Haza fogsz jönni Magyarországra? Látogatóba, igen. Oda a csónak mellé vesztek majd mólót, olyasmit, mint a szomszédnak van. Nem veszünk, mert ez nem a mi házunk, tehát ha elköltözünk, akkor értelmetlen ide venni. Meg hogyha vennénk is, nem félne be, mert ilyen keskeny. És nem tudjuk oda rakni, mert a szomszéd meg különben nem tudna lejönni, mert itt mellettünk van még egy lejáró. Tehát ott a hajó, meg a másik móló, így van a mi lejárunk, meg még a szomszédnak a zöve is. Tehát így nem tudom berakni oda. Akarnám se, nem is akarom. Olyan ismerkedtetek meg a feleségeddel? A moziba, elmentünk moziba, megismerkedtünk. Szia, szeretnétek még kis testvért Lucasnek és Davisnek? Nem szeretnénk. Bár ezekre a régi kérdésekre, tehát ha megnézitek a régi idők videóját, ott bent van minden, hogy hogy ismerkedtünk meg, miért költöztünk ide. És azért nem akarok rendesen válaszolni ezekre a kérdésekre, még mielőtt valaki megsértődik, hogy nem válaszoltál a kérdésemre. Mert nagyon sokszor elmondtam, ezekben a kérdezfelelekben ugye a legtöbbször 50%-a majdnem a régi kérdése ismétlődnek, és a régi nézőket ez egyáltalán nem érdekli. Az új nézőket meg azért szoktam mondani, hogy nézzétek meg a régi videókat, mert ott benn van minden. Tehát, nem lesz kis testvére a Davisnek vagy a Lucasnek. Van bármi olyan dolog, ami Ausztráliában nincs, és Magyarországon van és hiányzik? Túró Rudi, az hiányzik, Balatonszelet. Nem tervezitek, hogy visszaköltöztök Magyarországra? Nem. Magyarországon lesz közönség találkozód? Igen. Mert nem lehet bemondhatom, Sam és Luna. Menjünk a következő kérdésre. Szia Tamás, gondoltatok, váhó, már arra, hogy lesz valamilyen házi állatotok? Ha igen, mind gondolkoztatok már? Nem gondolkoztunk, hogy lesz. Ugyanis nem szeretnénk, mert mivel sokat költözünk ilyen bérelt házba, nem mindenhol engedik meg, és csak a gond van, hogy találunk egy házat, nem engedik meg, hogy oda vigyük a macskát, vagy a kutyát, vagy akármit, és nem tudjuk ugye oda költözni. Tehát nem lesz házi állatunk. Mikor lesz egy nap velem videó? Légy mondva a nevem, Motor. Motor? Nem tudom. Lesz, tudom, hogy ígértem. Talán az elkövetkezendő egy pár hétben lesz, én úgy tervezem. Csak még nem tudom, hogy hogyan kezdjem el, meg hogy legyen az egész? Tehát az a fő probléma, mert egy napomat le tudom filmezni, nem az a baj, hanem ugye ezt valahogy azért össze is kell tenni, mert úgyhogy csak lefilmezem, elindítottam a kamerát, sok értem, nem lenne az egésznek, mert szerintem az hülyeség lenne. Menjünk tovább. Várjál, kezdenek kifogni a kérdések, azt hiszem. 10-es skálán hányasra értékled a nő nézőit hozzád állását? 10-es skálán? Én 10-re szerintem. Nagyon jó nézők vagytok. Legalábbis majdnem mindenki. Ugyanis én szeretem a nézőimet, mert ahogy észrevettem, régebben voltak negatívok, mostában sok a pozitív ugye, hozzáállás, a hozzá a kommentek, ennek én rettentően örülök, ugye. Szerettek játszani, ugye lájkokat, szeretéseket nyomni a videóra, ha megkérlek titeket, vagy akármit kérdezek tőletek, ugye megírjátok nekem, próbáltok segíteni, tehát 11-et adok nektek, vagy 12-t. Én mindenkit nagyon szeretek, legalábbis ilyen nézőmért. Persze mindig van ugye egy-kettő, aki ugye nem, mert ugye csúnyán beszél, vagy valami, de ezek a kommentek törlődnek. Na, úgyhogy megyünk tovább. Szoktatok egymással játszani a fiaid? Szoktak. A Lucas meg a Davis szoktak egymással. Egy olyan csónakhajó, ami ott áll a szomszédban, az kb. Mennyibe kerülhet? Ti szeretnétek hasonlót? Szeretnék hasonlót. Egy olyan csónak, hát én nem tudom, hogy ez pontosan hány éves, de olyan 50 és 100-120 ezer körül lehet talán. Ugyanis az 50 ezer, nézzük át, hogy ezek a csónak... Lemerült az akkumulátor, csak gyorsan kicseréltem. Nézegettem ugye ezeket a csónakokat, ugye mindig is nézegetni, meg szoktam is régebben is őket, és drágák ezek a csónakok, vagy hajók, ugye ez a nagy fejre, ami ott áll a szomszédba, tehát ilyen 50 és 100-120 közül vannak, ezek használtak persze, nem újjanak, ugyanis drágák, ilyen hajó nekem szerintem az életben nem lesz. Menjünk tovább. Szüleiddel szoktál magyarul beszélgetni? A szüleimmel csak magyarul beszélgetek, meg az öcsémmel is. Szia, valamikor eljössz Magyarországra, dedikálás, találkozás, stb. Igen, hogy mikor nem tudom. Lesznek hosszabb videók, hosszabbak ennél, szerintem ennél hosszabbak nem lesznek.
miért videózol, mi inspirált a videózásra, és ki, hogy miért videózok, ugye ezt is már mondtam régebben, azért, mert 2006 óta elkezdtem készíteni filmeket, rövid filmet, hosszú filmet, zenevideót, ilyen videót, teszt videót, mindenféle fajta videót, és én szeretek videózni, én szeretek filmezni, és elkezdtem vlogolni ugye pár évvel ezelőtt, hogy miért, azt is egy régebb videóban, nem egy, de nagyon sokban elmondtam, ugyanis kíváncsi voltak sokak rá, hogy milyen itt az élet Ausztráliában, gondoltam, hogy megmutatom, és elkezdtem vlogolni. És az első videók ugye nem vlogok voltak, az első videók ilyen buta videók voltak, most már, hogy visszanézzük, nem buták, ugye más stílusa volt neki, de nem mondanám azt, hogy buták voltak, csak érdekesek voltak, de furcsák voltak. Aztán átment ugye az egész ilyen vlogolásba, ugyanis megtetszett ez a vlogolás, ugye nézegettem ilyen amerikai vlogosokat, és gondoltam, hogy én is nekiállok, csak nem angolul, hanem magyarul. Úgyhogy, menjünk tovább. Szia Tamás! Nekem az lenne a kérdésem, hogy szüleid és Lukesz milyen nyelven beszélnek egymással magyarul? A szüleim a Lukesszel csak magyarul beszél, meg a Lukesz is a szüleimmel csak magyarul beszél. Hello, az új házatokban milyen fűtés? Fűtés? Na, nincs fűtés. Ausztráliában nincsen házakban fűtés. Gáz, villany, padlófűtés, fafűtés és mennyi a költsége? Nincs fűtés nálunk, egyetlen egy házba se itt Ausztráliába. Olyan fűtés van, hogyha veszel mondjuk egy hősugázót, belül az áramban és fűtesz. Olyan, hogy beépítve, olyan nincs nálunk. Egy-kettőbe, inkább régebbibe, amíg ezzel egyben laktunk, akkor volt egy ilyen, beépítették az elektromos fűtőt a falba. Tehát úgy nézett ki, mint a ilyen tűzhely lenne, de nem. És végülis hősugázó volt, csak benn volt a falba, az egyik szobába, ennyi, de nincsen fűtés. Légkondi van, ugye ez ami be van építve a mennyezetbe, egy-két helyen, inkább az újabb házakba, vagy lakásokba, ahol laktunk ugye abban a lakásba, és ott be tudod állítani a hőfokot, hogy mit akarsz, de azt is inkább nem fűtésre, hűtésre találták ki, de tudsz vele fűteni is. Tehát olyan, hogy fűtés Ausztráliában nincsen. Mennyi a költsége a hősugárzónak, attól függ, hogy mennyit fűtesz. Minél többet, annál drágább. Davis hány éves? Davis 2 lesz. Hány óra van most nálatok? Jelenleg nálunk 13 óra 34 perc van. Vegyünk tovább. Mi a család neved? Mondd el a nevem. Mondd el a nevem. Kerekes Árpád Ákos. Az én család nevem. Az én család Molnár. Tamás. Mióta élsz Ausztráliában? Hú, most már régóta, 19 voltam, amikor kijöttünk, 2000-ben, ugye? 17 éve. Át kell változtatnom a YouTube-on ezt a... Oda van írva, ugye, 15 vagy 16 éve jöttem Ausztráliába, most már át kell írnom. Sok mindent át kell írnom az a YouTube csatornán. Mióta elkezdtem, ugye, akkor annak idején beírtam, hogy 15 éve lakunk itt Ausztráliában, most az a 15, most már 17, de... És mikor lesz ki mit tud? Ki mit tud? Nem tudom, melyik ki mit tud. A tévében mikor lesz ki mit tud, vagy milyen ki mit tud. Valami ötös ki mit tud. Ugyanis volt egy ilyen ki mit tud. Na minden. Olyan nem tudom, mikor lesz még egyszer. És hogyha bemondanád a nevemet, nagyon megköszönném. Nagy István. István. Nagy István, bemondtam a nevedet. Lesz a Lukesznek YouTube csatornája? Lesz. Nem lesz, mert már van neki. A leírás megtaláljátok a Lukesznek a csatornáját. És nagyon jó videós vagy. Köszönöm szépen. Hello, szia, szevasz. Majd ő mondta. Köszönöm szépen! Szia Tamás, te Magyarországon születtél, ha igen, melyik városba? Igen, én Nagykanizsán, és mikor költöztél ki Ausztráliába? Mikor 19 voltam, és mikor jössz Magyarországra? Nem tudom. Lesz hajó felújító videó, aki szeretne like. Hárman lájkolták. Ilyen mutató lesz, hogy most éppen ez elkészül, de úgyhogy rendesen, úgyhogy most mi készülődik, olyan nem hiszem, hogy lesz. Ugyanis nem hiszem, hogy sok embert érdekelni ez a téma. A feleséget próbál magyarul tanítani? Próbálod? Nem próbálom a feleségemet magyarul tanítani, ugyanis sok értelme nem lenne. Melyik a kedvenc fagyid? Epres. Gyümölcsös. Epres. Lesz rumtor? Nem hiszem, hogy lesz. És a házat mindig látjátok, amerre éppen járkálok, ugye, hogyha valami történik, akkor vettünk új asztalt, számítógépes asztalt mutattam nektek, de úgyhogy bemutatom az egész rendes házat, hogy mi hol van, szerintem olyan nem lesz. És már bemutattam. Meg akárhova megyek, mindig láttok ugye mindent, ilyen külön videóról, szerintem nem lesz. Lukesznek van YouTube csatornája. Igen, van. Melyik a kedvenc mesét, sorozatod? Kedvenc mesém?
Hát, de nem tudom, hogy melyik a kedvenc mesém. Régebben ugye szerettem a Dagobert bácsit, szerettem a Tom és Jerryt is szerettem. Mely sorozatom, mely nincs kedvenc sorozat. Breaking Bad, hogy mi volt a magyar címe, fogalmam nincsen. Én azt nagyon szerettem, azt a sorozatot. Ugye az a, mikor drogot készítenek, biztos, hogy láttátok, Breaking Bad. Hogyha nem, akkor írjátok be a keresőbe, Google-be, és mindjárt feljön a kép, meglátjátok, hogy miről beszélek. Ez régi sorozat, amúgy nem új. Azt a régebben én nagyon szerettem. Milyen kamerát használsz? Ezt a Sony RX 100-as M3-asat használom jelenleg. Meg a GoPro-t néha. Hello, szia, szevasz! Az én kérdésem az lenne, hogy iskolás korodban milyen tanuló voltál? Válaszolt erről is, köszi. Általános iskolában olyan jó tanuló voltam, tehát mindig olyan 4-es voltam. 4-es, 5-ös. Középiskolában egy kicsit rontottam, ugyanis mindig szokták mondani, hogyha általános iskolában olyan 4-es, 5-ös vagy, akkor középiskolában körülbelül olyan közepes tanuló leszel. Középiskolában olyan közepes tanuló voltam. Volt, mikor még egy kicsit rosszabb is voltam, mint közepes, bár voltak 4-eseim is. Tehát azért mondtam, hogy ilyen közepes, tehát ott már nem voltak 5-öseim, tehát nem voltam kitűnő tanuló. Általános iskolában még volt 5-ösöm, tehát történelemből én mindig nagyon jó voltam. Földrajzból is ilyen 5-ös voltam általában, tehát középiskolában egy kicsit rosszabb lettem. Már az lehet, hogy azért is, mert akkor volt a gerinc, mint éttem, és sokat kihagytam az iskolából, és amit kihagytál, főleg matematikából, meg olyan órákból, ugye minden elment. Tehát nem tudtad követni, valami 3 hónapot hagytam ki. Tehát tanultam otthonról, de más volt, mert 1 hónapot egyáltalán nem tanultam, vagy 2-t, és be kellett pótolni, rettentő nehéz volt, tehát ott nagyon sokat rontottam. Mikor lesz valami jött? Még nem tudom. Szia Tamás! Nekem az lenne a kérdésem, hogy a gyerekeket nem viseli meg a költözés? Nem viseli meg szerintem, a Davis észre se vette, hogy költöztünk, amint bejöttünk ide, rettentően örült ugye a nagy háznak, hogy vrohangált össze-vissza, a Lukasz sem viselte meg, mert nem viselte meg. Tehát nem mondta, hogy milyen jól lenne visszamenni. Egyszer-kétszer mondta, hogy ott a régi házunk, ugye, hogy szívesen visszamenne, de úgy, hogy megnézni, tehát nem úgy, hogy visszaköltözni. Szerető is itt lakni. Mikor lesz tréfás videó? Minden videó tréfás, nem? Sokat beszéltem, kezdek kiszáradni. Arra gondolok, amikor a család valamelyik tagját megtréfálod valamivel. Ja, nem tudom, mert fogalmam nincs. Választott előre is, köszönöm. Üdv, Tomi! Mi lesz azzal a csónakkal, amit csináltatok? Mi lett azzal a csónakkal, amit csináltatok? Melyik csónakkal? Mi mindig csináljuk ezt. Milyen országokba jártál eddig? Fú, te! Milyen országokba jártam eddig? Jártam Magyarországon. Jártam Amerikába. Jártam Ausztráliába. Jártam Angliába. Franciaországba, Olaszországba, Szlovéniába, Horvátországba, Németországba. Hol jártam még? Jártam Dubajba is, jártam Szingapurba. Ázsiába több helyen, bár úgy jártam Ázsiába több helyen, hogy leszállt a repülő, és volt, hogy egy napot ott kellett mondjuk Manillába lenni, a városba ugye kimentünk. Nem tudom, ezen gondolkodni kellene ez a kérdésen, és rettentő sok helyen jártunk már. Makedóniába is jártunk már. Na minden, majd egyszer lehet, hogy összeszedem. De sok helyen jártam. Amerikába, ugye Los Angelesbe, Las Vegasban egy-két helyen, de Dél-Amerikába vagy Közép-Amerikába még nem jártam. Nem tudom, hogy el akarok elmenni, vagy nem. Spanyolországba se jártam, még lehet, hogy egyszer elmegyünk, nem tudom. Franciaországba úgy jártam, hogy átvezettünk rajta. Párizsba töltöttünk mennyit, egy napot? Vagy kettőt? Vagy hármat? Nem is tudom, valahogy így. Angliába egy hetet, ugye Londonban, meg azon a részen. Na minden, Dubajban egy napot töltöttünk. Ugyanis ott megálltunk, mikor mentünk Magyarországba egyszer, és megálltunk, de olyan körben nagyon nem járkáltunk. Tehát elmentünk a szállodába, szálloda környékén, meg vissza a repülőtér, aztán mentünk tovább. Na minden, majd erről a legközelebb videóban beszélünk. Lehet, vagy nem. Mikor jöttek Magyarországra, Budapestre? Nem tudom, egyszer valamikor biztos. Davis és Lucas hány éves? 9-2. Hány éves Lucas? Kecske? Mi az a kecske? Ez kérdés volt. Mikor lesz kihívásos videó? Hú, nem tudom. Ugyanis kihívásos videókkal mindig gond van. Azokat vagy szeretik az emberek, vagy nem szeretik az emberek. Tehát nagyon sok rosszat kapok, vagy nagyon sok jót kapok. Inkább ilyen közepesen. Azért kihívásosokat mostában nem csináltam, meg lehet, hogy nem is fogok. De majd meglátjuk.
Szia Tamás, tesz Minecraft? Nálam nem lesz Minecraft. Mikor veszel futót a csónakhoz? Mikor lesz nagyobb kirándulás a csónakkal? Nem tudom, mikor vesz utánfutót, ugyanis nincsen monorog az autón. Tudom, hogy ide ki tudnám húzni, de nem tudom, ugyanis a csónakkal az nem a baj, a csónakkal az a tervem, hogy meg akarom csinálni végül is. Ezt ugye nem mondtam még eddig, de megmondom nektek most, aki idáig eljutott a videóba, az megtudja, vagy éppen ide pörgetett. Meg akarom csinálni a csónakot, szépre, ki akarok mindenben cserélni, és el akarom adni. Legalábbis lehet, hogy megpróbálkozok vele, hogy el tudom adni egy kicsit több pénzért, végülis az a tervem, hogy szépen megcsinálgatom, eladom több pénzért, és ami pénzt kapok érte, azt be akarom fektetni egy másik, nem nagyobb, hanem jobb csónakba, de ugyanilyen rosszba. Tehát ami nagyon rossz, de többet ér. Tehát úgy, hogy én meg tudjam csinálni, és el tudjam megiradni egy picivel többért. Hogy ez működni fog-e, vagy nem, nem tudom. És ez a tervem. Azért utánfutót nem akarok hozzá venni, mert hogyha eladom, akkor utánfutó nélkül fogom ugye eladni, és egy ilyen nagyobb hajót vagy csónakot szeretnék majd venni, amivel ugye majd jön majd utánfutóval a legvégére. Tehát ez az, hogy a 10. csónakom lesz, vagy a 20. de ami szebbet, nagyobbat akarunk venni. Ez se rossz, lehet, hogy szép lesz, lehet, hogy megtartom, lehet, hogy annyira jó fog sikerülni, hogy meg fogom tartani, nem tudom. De egyelőre az a tervem, hogy meg akarom csinálni, és fel akarom rakni az internetre eladni. Hogy ha elmegy, több pénzért, akkor elmegy, ha nem, akkor meg majd veszünk hozzá egy utánfutót. Na, majd meglátjuk. Aztán... Szia, itt az új házban, új környéken nem tervezel még egy ausztrál vakációt majd nyáron? Nem tudom, majd meglátjuk. Milyen az udvar, mert azt nem látni? Jó az udvar, van fű. Tetszik az új ház? Igen, jó esélyesért kívánok nektek. Köszönöm szépen. Szerelj a csónakra kerekeket, és nem kell utánfutót vegyél. Ja, jó lenne. Szia! Mi a különbség a magyar és az ausztrál körülmények között? Szerintem azt mindenki tudja, mi a különbség. Más, teljesen más minden. Eljössz majd Erdélybe, Romániába, majd elmegyek, egyszer vagy mikor, nem tudom. Szoktál kosarat nézni? Van kedvenc csapatod, játékosod? Gold Coast a State-et bírod körít, és a Golden State-et bírod ke... Nem szoktam nézni. Nem szoktam nézni kosarat. Nem szoktam nézni. A Mazdát nem látom a garázsban, el lett adva. Már mikor? Már te? Az öcsémnek. Szia! Hogyan kerültél Ausztráliába, és tervezel visszajönni Magyarországra, ha csak pár hétre is, és lesz Magyarországon találkozó, ha egyszer visszajössz? Régi videó, ugye elmondtam már, hogyan kerültünk ki. Lesz találkozó, ha egyszer visszamegyek. Ez az utolsó kérdés? Nem. Valaki beírt, hogy ez az utolsó kérdés, nem. Már mindjárt végzünk, figyelj. Szia Tamás, gondolkoztatok-e azon, hogy hogy eljönnétek Erdélybe? Igen. Majd fogsz jönni Magyarországra, igen. Szia Tamás, szeretném kérdezni... egy H-betű. Oké. Mennyi idő volt, amíg megszoktad az ausztrál életet? Pár év volt, mire hozzászoktál. Ilyen 3, szerintem 4, biztos, hogy volt, mire elkezdtél úgy beilleszkedni rendesen. Szia, nálatok mennyi idősen mennek a gyerekek oviba? Vagy ez hogy működik nálatok, és az ovi is lesz, a Davis dolgozni fog, a feleséged is? Hogy tervezitek? Oviba vihetted a gyereket, amíg megszületett. Tehát minden... Na várjál, csak kiszáradtam, sokat beszélt. Milyen hosszú ez a videó? Fú, te! Ez a videó nagyon hosszú lesz. A oviba bármikor vihetted a gyereket, ugyanis... Ha megszületett, akkor is vannak ilyen különböző csoportok, a bébiket is, ugye a kisbabákat is bevihetted, a nagyobbakat is. A Davis az biztos, hogy fog menni, jelenleg még nem hiszem, hogy fog menni, majd később. A feleségem nem megy dolgozni. Az óvoda rettentő drága. Tehát attól függ, hogy melyik óvodába mész, ez állami óvoda, tehát ez nem magánóvoda, vagy privát óvoda, tehát a normális óvoda, fizetni kell érte Ausztráliába. És egyetlen egy napra, az átlag $100 egy napra az óvoda. Mindegy, hogy mekkora a gyereked, mindegy, hogy ez az óvoda hol van, átlag $100. Láttam már 70-ért, mert múltkor pont hirdették, hogy $70, nem is tudom, hogy hol, naponta, de volt 150-ért is. Azért mondom, hogy az átlag $100. Itt van egy óvoda, nem olyan túl messze tőlünk, nem tudom, hogy mennyi.
Ha $100 naponta, azt ha összeadod, hogy 5 napra az $500. $500 egy átlagember, tegyük fel, keres mondjuk $700 mondjuk egy néni, aki mondjuk eladó valamelyik boltba, átlag. És 700, 600, $700-jából, de legyen 800, mert nem tudom, mit dolgozik, $500 arra költ, ugye hetente, tehát ez a fizetés hetente van. $700 keres a néni hetente, $500 költ az óvodára hetente, ami azt jelenti, hogy $200 kapott meg, ami nem tudom, rettentő sok. Azért nagyon sokan inkább otthon maradnak a gyerekkel, és nem viszik óvodába. Óvodába inkább azért viszik nagyon sokan, ugye, mint mi is majd akarjuk, hogy hozzászokjon a gyerekekhez, meg ugye, hogy még mielőtt elmegy iskolába, legyenek barátai, tudja, hogy mi hogy működik, tehát ne legyen így itthon bezárva, ugye. De még nem akarjuk vinni. A Lukasz sem ment óvodába egészen meddig. A jól emlékszem, hogy a 3 éves koráig, 2,5-3 éves koráig, tehát a Davisnek még van ideje. Mikor lesz kész a hajó? Az jó kérdés. Az időn múlik, mármint az, hogy mit csinálok éppen, meg hogy süti a nap, vagy esik az eső, de kész lesz. Pár héten belül talán kész lesz. Milyen változásokat akarsz végbevinni a házon? Semmilyet. Lesz horgászos videó, olvasd be a nevem, Léci. László Lengyel kérdezte. Nem lesz horgászos videó. El kellett volna behoznom vizet. Szia, hány évesen mentél ki Ausztráliába? Üdv német Máté. 19. Szia Tamás, miért költöztetek ki Ausztráliába? Jobb életért, gondolom. Meg hogy mindig süssön a... Aztán. Szia Tamás, menők a poszterek a Lukasznál. Köszi szépen. Ugye kiraktuk a posztereket a Lukasznek a faljára. Lukasznek rettentően tetszik. Köszönjük annak, aki küldte, ugyanis azokat a posztereket Magyarországon kapta, valaki ugye küldte nekünk, mármint a Lukasznek, úgyhogy köszönjük még egyszer. Tudod mit? Az én kérdésem az lesz, hogy milyen kérdésen nevettél a legnagyobbat, amióta videózol, vagy hogy melyik kérdés vagy levél volt a legfurcsább, amit kaptál ez idő alatt. Ebből a mostani merítésből javaslom, ki ne hagyd PD csapat kérdését, én remekül szórakoztam. Szép délután nálatok mindenkinek. Szia! Köszi szépen! Olvastam azt a kérdést, ugye a videónak az elején valahol elhangzott, hogy azt kérdezte ez a PD csapat, hogy a Lukasz az én fiam-e, meg hogy miért beszél akcentussal. Vannak érdekes kérdések, meg levelek sokszor. Melyiken nevettem a legjobban, nem tudom. Az ilyen kérdéseken mindig ugye nevetek, hogy a Lukasz az én fiam-e, hogy miért házasodtam meg a feleségemmel, biztos, hogy azért, mert ugye született egy gyerekünk és el kellett vennem. Vagy ilyen érdekes kérdésekről. Aztán vannak levelek, amikről nem beszéletek ugye a videóban, amiket kapok, mégis beszéletek róla, csak nem akarom ugye közzétenni, meg megbántani embereket vele, ugyanis sokszor kapok olyan leveleket, kéréseket, amizől égnek áll az embernek a haja, de nem, videóban nem elmondhatnám, ugye, de tényleg senkit nem szeretném megbántani. Főleg régebben, mikor szoktam mondani, hogy akinek van valami kérdése, nyugodtan kérdezzetek, vagy a tudok választok, hogyha nem, ugye volt ez a régi szöveg a videónak a végén. Abban az időben rettentő sok ilyen buta kérdést kaptam, meg kérést kaptam, hogy menjek el helyekre, menjek el Sydneybe, vegyek valamit és küldjem el. Ezek még a jobbik fajták, ilyen viccesek, aztán kaptam komolyabbakat is, amit még jelen pillanatban nem szerették ugye megosztani, de majd egy nap talán. És... na mindegy. De... na mindegy, majd egyszer lehet, hogy készítik egy ilyen külön videót ezekről a kérdések, kommentekről, de komolyan sokszor égnek áll a hajam, ami van, vagy nincsen. Aztán lassan kifolyó kérdésekből, vannak-e Ausztráliában barátaid, ugye erről már volt szó, nem nagyon, nincsenek barátaim Ausztráliában, inkább nincsenek. Valamink abban nincsen, ismerősök vannak, barátok nincsenek. Mert sosem beszélek róluk, barátaidra a videóban szerepel, de várjál. Mennyire barátságosak az ausztrál emberek, mennyire viszonyulnak másként hozzád, ha megtudják, hogy nem ausztrál születési vagy. Tesznek-e különbséget az ausztrál és a magyar nemzetiségi között, mennyire befogadóak. Ugye Ausztráliában nagyon sok a bevándorló, tehát nem, ha csak nem Ozzyval, ugye Ausztrál-Ausztrállal beszélsz, és
Egy kicsit ugye másak, de hogy mondjam, nem tudom, nem tesznek tehát különbséget. Tehát az attól függ, hogy mennyire vagy beszédes, vagy beilleszkedő, vagy nem tudom, mondjuk olyat nem láttam még, hogy egy ausztrálnak ugye lennének mondjuk ázsiai barátai, vagy indiai barátai, de befogadóak. Ugyanis Ausztráliában ugye mindenki tudja, hogy nagyon sok nemzetiség él egy helyen, tehát befogadóak, de na mindjárt, menjünk tovább a következő kérdésre. Aztán, ahogy mondtam, lassan kifogyunk. Hova lettek a testkód videói és csatornája? Nincsenek-e a csatornán letörölte, videói nincsenek meg, ugyanis nincsen ideje videókat készíteni. Szia Tamás, nagyon szerettem a videóidat, szimpatikus vagytok, köszönöm szépen, ahol laktok. Szeretnétek házi állatot? Nem. Járó volt szó. És Lükösznek van biciklije, Lükösznek jelenleg nincs biciklije. Hány évesek vagytok? 9, 2, 36, a feleségem egy évvel fiatalabb. Mikor van a születésnapotok? Amikor születtünk, nekem júniusban, feleségemnek áprilisban, Lükösznek márciusban, a Davisnek júliusban. Valamikor jöttök magyarba? Igen. Hogy hívják a feleségedet Vesznának? Miért fested újra a hajót? Mert csúnya. Nem? Ha úgy néz ki az a hajó? Ki a kedvenc magyar videósod? Nincs kedvenc magyar videósom. A drónos Fili meg a Székely Vegán. Őket szoktam nézni. Ha gondoljátok, nézzétek meg őket, beírod. Drónos Fili, Székely Vegán. Amúgy más magyar, bár ők nem Magyarországon laknak. Tehát azért mondtam, hogy magyar, nem magyar. Na mindegy. Követed a YouTube-on az ST22 Lacikát. Ó, az kicsoda. Fogalmam nincs, ki az a ST22 Lacika. Mennyibe került a Ford Falconotok? Én 40 ezerért vásároltam meg, vagy 42-ért? 52 amúgy az ára, vagy volt, mert már több nincs belőle. Ebből a változatból, amit én vettem, 52 ezer. Szia Tomi, kérdezd meg légy a Lükösz, hogy mi akar lenni, ha nagy lesz, és a másik kérdésem, hogy lesz-e GTA-s videó. A Lükösz mi akar lenni? Író, rendező, nem programozó, ami nem tudja még. GTA-s videó lehet, hogy lesz, nem tudom mikor. Szia Tomás, a feleséget hány éves és mikor van a születésnapja? Áprilisban, egy éve fiatalabb, mint én. És hány éves vagy, ugye mondtam, nevemet mondtam. Mikor születtél, mondtam, kedvenc színed autót. Kedvenc színem piros, meg a kék talán. Az autó, nem tudom. Én minden autót szeretek, ami jó. Ami nem jó, azt is szeretem. Én szeretem az autókat. Majd jöttök Magyarországra idén vagy jövőre, nem hiszem, se idén, se jövőre, bárcsak se lehet tudni, már nem hiszem. Aztán, ennyi, kifogytam a kérdésekből, ez a videó egy kicsit hosszú lett, jóval hosszabb a megszokottnál, hogy mi lesz alatta, még nem tudom, lehet, hogy semmi, majd meglátjuk, majd kiderül. Úgyhogy legközelebb is lesz majd egy ilyen kérdéses, válaszos videó a jövőben, hogyha gondoljátok. Én remélem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolnom. Remélem, hogy senkit nem bántottam meg semmivel, semmi válaszsal. Ahogy mondtam, próbáltam válaszolni minden kérdésre, amennyire csak tudtam. Úgyhogy mára ennyit. Ugyanis most el kell mennem, kell innom valamit, mert kezdek kiszáradni, hogy halljátok a hangom. Na, nyertem egy jó nagyot. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!